Kedves nézőink, az a helyzet, be kell vallanom, hogy most igazán vannak bennem kérdések, és ha vannak kérdéseim, akkor ezekre a rabbi fog válaszolni, pontosabban Oberlander Baruch a vendégem, a Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De mielőtt belemegyünk a kérdésekbe, akkor amelyek Lágba Omer kapcsán merültek föl bennem, először nézzük meg, hogy milyen is volt a hétvége most, ez a Haszid Sabaton Balatonöszödön, és hogyan sikerült az öszödi beszéd? Nagyon lelkesen fogadták az öszödi beszédet, nem volt kritika, csupa pozitív megerősítést kaptam arra, szóval ebből a szempontból minden rendben volt, nagyon-nagyon jó volt, sokan voltunk, szerintem több mint 100-an voltunk, és jó volt a hangulat, beszélgetés, tanulás, kaja nagyon-nagyon finom volt, és már is megbeszéltünk, hogy szeptemberben lesz egy újabb sábbat, ugye ezt évente kétszer szoktuk ezt rendezni. Két könyvem is megjelent ez kapcsán. Az egyik az a Holokauszt és Halacha. Itt van nálam, igen. Ez 250 oldalas mű, 36 fejezetben különböző olyan kérdések, halachikus kérdések, ami a Holokauszt alatt, vagy a Holokauszt kapcsán merült fel. Ez egy régi szokásunk, hogy minden ilyen sabbatonra megjelenik egy tankönyv. És akkor korábban ez ilyen válogatott anyag volt, most már az én írásaimból áll össze ez a kötött. Időjárás is együttműködött a Balaton, szóval minden szempontból. Ez jó, és hát főleg az is jó volt, ugye, hogy hagyománytisztelő zsidó emberek jöttek össze. Ugye, vagy aki már hagyománytisztelő, vagy aki most fedezi fel, és szeretne hagyománytisztelő lenni. De ami azt is jelenti, hogy nem vette fel senki ezt a beszédet, így nem fogják másnap, harmadnapon át. Hát az volt összedi beszéd szombaton, volt vasárnap, szóval volt lehet. Jó, a vasárnap itt az egyik, az egyik órám vasárnap délelőtt élőben ment le a Facebookon, azt hiszem, hogy 9000-en vagy 10000-en néztek. Az egy jó előadás volt, és az volt a jó benne, hogy nem is tudtam, hogy lemegy élőbe, és akkor úgy mondtam, jó. Akik itt vannak a szobában, és szabadon ment a beszélgetés, és akkor ez nagyon, nagyon jó volt. Akkor most nézzük a lehetséges Lágba Omert, de más, ugye elmondtam reggel a beköszöntőbb, hogy 5781 Iyárhú 14. napja van, és azt nem mondtam el, de ezt most ugye meg tudjuk beszélni, hogy tegnap volt az Omer 29. Helyes, napja. Helyes. Tök gyorsan még kellett futtatni a fejemen. És rövidesen belefutunk Lágba Omerbe. De mielőtt belefutunk Lágba Omerbe, ugye ezt már beszéltük, hogy ez az időszak, ami most Pészaktól Savuotig, tehát hogy számoljuk az Omert, ez alapjáraton ez egy gyászidőszak. Akkor azt is kérdezem, hogyan tudjuk összekapcsolni azt, hogy Pészakkor megtörtént a szabadulás, el kell jussunk Savuotig a tóraadásig, amikor tulajdonképpen ezekből az Izrael gyermekeiből egy néppé vál, egy nép lesz, hiszen ott van már a tóra, azzal együtt válik Isten igazából néppé, majd a honfoglalás után nemzetté. Hogy ez miért nem, is gyász? Nemzeted, minden történik tóraadás. Igen, az a kérdés, hogy akkor ez a felkészülés, ez miért kell, hogy gyász időszak legyen? Jó. Első dolog az, hogy mondtál a dátumot, Nisan, Iyár 14, ami azt jelenti, hogy ma van a Pesach Sheni, második Pesach. Ilyenkor mai napon eszünk egy kis macesz, mert ugye benne van a túrában, aki nem mutatta be az első Pészakot,
csináljon a második, persze, ha takarítás nem kell. De aki az elsőt is bemutatta, most is ehet. Ehet macasz, igen, csak ha lenne jeruzsálemi szentély, akkor nem tudnak kétszer bemutatni az áldozatot. Szóval lényegében a volt szentély, amikor volt szentély, akkor mai napon bemutatják az áldozatot, és este csinálnak egy szédert, de olyan szédelemben van kenyér is ott. Mondom, nincs nagy takarítás, és az arra a tanítás, hogy pótolni lehet, lemaradt egy hónappal ezelőtt, lehet ezt pótolni. Ez a mai nap, ez a Pesach séni. Aztán van a készülődés, Pesachtól kezdve Sávuatig készülünk a tóraadásra, ebben semmiféle gyász nincs, ebben nincs szomorúság, sőt, öröm, mindenképpen izgalom, jó, mikor fogunk már odaérni. Független ettől, és természetesen nem egy, nem egy időben, jóval később, jó, ezer év a tóraadás után, az egyiptomi szabadulás után volt az, hogy kellemetlen időszak volt, és Rabbi Akiva, leghíresebb talmudi bölcs, 24 ezer tanítványa meghalt ebben az időben egy járványban, és ezért lett ez, hogy ez az idő még egy gyász időszak is. Ami szünetel, Lágba Omar, a Lág azt jelenti a 33. napja az Omarnak, ugye előbb azt mondtam, hogy ma van a 29-e, akkor értem szerint 4 nap múlva. Vasárnap. Szombat estétől vasárnap estig lesz Lágba Omar. Ez a gyász, mert ezen a napon megint sok évvel később, pár évtizeddel később, meghalt Rabbi Shimon bar Yochai. Róla még külön beszéljünk, mert ez ami az engem nagyon foglalkozik. És az igazság az, én emlékszem például mesterem, a pápai rabbi, kevésebbet beszélt Rabbi Shimonról, és többet beszélt Rabbi Akiváról, tanítványairól, meghaltak, így ez azt tanít, hogy ne legyünk, próbáljunk erősíteni az összetartást, ne legyen gyűlölet. Ő többet beszélt erről, annak ellenére, hogy a legtöbben inkább beszélnek Rabbi Shimonról, és a Kabbaláról, a zsidó misztikáról. Ez ilyen két dolog. Azt jelenti, ez három különböző dolog. A készülődés a tóraadásra, Rabbi Akivának a tanítványa, akik meghaltak, mert nem tiszteltek elég egymást. Ez is fontos, hogy ez úgy képzeljük el ezt a járványt, hogy azokat sújtotta, akik az ő tanítványai voltak, tehát egy nem olyan járvány volt... Az egész város. Az egész város. Nem, mert ez egyértelműen volt egy büntetés, és azokat sújtotta, azok, akik érintettek voltak a problémában, azt mondja a Talmud, a probléma az, hogy nem tiszteltek eléggé egymást. Ami nagyon-nagyon furcsa, mert Rabbi Akiva volt az, aki tanította azt, hogy a zsidóságban van egy óriási hangsúly, amit a múlt hét, nem két héttel ezelőtti heti szakaszban van, hogy szeress fele barátod, mint saját magad, Rabbi Akiva omerzek, lalga dolba, Rabbi Akiva azt mondja, ez egy nagyon fontos alapelv a tórában, és pont ott, ahol ez volt a tanítás, ott hiányzott. Nem lehet az, hogy a tanítványok között egyébként kialakult, nem is tudom, hogy mondjam, egy nem teljesen egészséges versenyszellem, aminek az lett a következő, hogy inkább nem tisztelték egymást. Tehát az például kér, hogy ki legyen a legkedvesebb tanítvány, a második, harmadik, stb. Nem, mert picit nászkém is szoktak mondani, azt mondja, mindenki olyan erősen akarta tartani, hogy ki vannak a tanítását, és rosszul vette, hogy a másik nem olyan, az ő felfogása szerint nem pontosan úgy adja tovább, hogy a mester, és ezért ellenezt, ami azt jelenti, a mély szeretetből jött ki az, hogy nem tiszteltek eleget. Erre van egy mondás, egy nagyon erős mondás. Valaki egyszer azt mondta, a zsidóság szeretete az nagyon fontos, az minden áron lesz. Vér fog folyni, de a zsidóság szeretete meg fog valósítani.
meg fog valósulni. Tehát azt mondja, valamikor az ember ilyen elfelejti, hogy azt mondja, olyan fontos neki a cél, hogy elfelejti, hogy nem veszi észre, hogy az eszközök az pont ellenkező irányba mennek. Megtanultuk mi utána valahogy ezt az egyensúlyt egyébként? Ezt életen át kell tanulni, és addig világ lesz, addig ez még. Az egyensúly az egy művészet. Ez egy művészet az ember életében, a közösség életében. Épp tanultunk a Zohárban, ugye minden hétfőn este tanulunk Zohárt, a Kábalának az alapműve, Rebbi Simonnak a műve. Egyébként annyi változás volt, eddig ez Facebookon ment le, de most azt legalább ideiglenesen csak a Vasvári zsinagógában este 7-8-ig, 70 este, és akkor azt mondja, hogy Ábrahám, ugye a Kabbala mindig arról beszél, de nem csak a Kabbala, hogy Ábrahám ő képviselte, az ő vonala volt, az önműködése, az a cheszed volt, a szeretet. Izsák, a fia, az gvúra, a szigor. És erre azt mondja a Zohár, hogy Ábrahám nem volt teljes, ameddig nem jött az Izsák szín, mert a cheszedhez kell a gvúra, a szeretethez kell a szigor és az egyensúly. És erre azt mondja az Zohár, ezért mondja a Tóra, hogy Ábrahám elnevezte Izsákat, megadta neki a nevet, vagyis Ábrahám és Izsák között volt egy olyan mély kapcsolat, az egyik hatat a másikra, és kiegészítette őt. Szóval az egyensúly az nagyon-nagyon fontos, az emberek tudjon, hogy kellett kicsit az igenből, egy kicsit a nemből, és mindennek kellett legyen mértéke, mindennek megvan az ideje. Az nagyon fontos, hogy párkapcsolatban, gyereknevelésben, mindenben. Az egyensúly az nagyon fontos. Hát igen, hiszen mindig van az, hogy az Isten félelem, és az Isten szeretet. Ott is nagyon oda kell figyelni, hogy milyen úton haladunk. De akkor nézzük egy kicsit ezt a Lágbaumert, és azért is nézzük, mert mi is történik azon a napon általában, mondjuk így Magyarországon, most itt vagyunk, mi történik Izraelben? Hiszen ugye Rásbi kapcsán említett, hogy ez a nap az ő jarcátja, és ugye Meronban van az ő sírja, hatalmas zarándoklat van ezen a napon. Emlékszünk rá, hogy sajnos, hogy volt pár évvel ezelőtt ez egy igen komoly, mondjuk ez katasztrófának. De akkor nézzük meg elő, szálazzuk szét ezeket a dolgokat. Rabbi Simon el van temetve Miron hegyen, a Tzfattól mondjuk egy fél órát, vagy ilyesmi. És minden évben Lágbaomer napján egy picit kezdődik előtte, egy kicsit még átlóg. A következő napra azt hiszem, hogy közel a 400-500 ezer ember szokott meglátogatni Rabbi Simonnak a sírját, és ott nagy tánccal, nagy örömmel megünnepeltek, a fizikailag megünnepeltek az ő tanításat, belekostoltak az ő tanításában. Ez mondom, ez egy régi nagy tábortűz, ami fokozta az örömet. Idén a hadsereg megtiltotta, senki nem jöhet oda, mert ugye a Miron fölött, éppen a Sbi sírja fölött, ott van valami katonai, fontos valami katonai bázisféle, és a Hizballah állandóan lő oda, és akkor ez nagyon veszélyes, de ahhoz, hogy a hagyomány ne szűnjen meg, akkor 3x10 ember fel fog menni a sírjához, megcsinálják tábortűzet kicsiben és gyorsan, és enni. Még egyszer, összesen 3x10, nem 11, 3x10 ember, erre egy külön törvényt hoztak, és akkor a hadsereg dönt fölötte, és ők már kiadtak tegnap este, hogy ez egy zárt katonai terület. Értettem. Ez ami hiányzott, ez érdekes. Egyébként a tűznek mindenütt szerepe van ezen a napon. Most én, mikor én gyerek voltam a 70-es években,
tábortűz, az csak Mironban volt, Rabbi Simon sírján állt az udvarban. Utóbbi év, talán egy-két évtizedben elterjedt az, hogy tábortűz, ez nem kell Miron. És akkor Mironon kívül, akár Izraelen kívül is van tábortűz. Mi is csinálunk már a tábortűzet itt szerintem két évtized, és aztán az utóbbi években egy kisebb közösségi tábortűzet a Vasvári udvarában. Ide, mivel vasárnapra esik, délután egykor lesz a tábortűz, finom falatakkal, zenével, mert ugye szünetel a gyász, a kabbaláról fogunk smúzolni, szóval nagyon kellemes lesz. Azt szóval smúzolni és kabbala nem megy együtt? Nem megy együtt, nagyon is megy együtt. Már még együtt nem hallottam, így nekem nagyon tetszik. Pont az a stílus, amit én nagyon tudok értékelni, tehát hogy úgy tanuljon az ember, hogy ezt nem kell, ne legyen nagyon-nagyon szigorú, van véve, hogy én most ott ülök és tanulok, hanem ez legyen egy kicsit nyitottabb szellemiségű, én mindig akkor éreztem jól magam. Jó, tehát én magam, így vagyok, hogy... Ez egy szép beszélgetés, fontos, jó beszélgetés lesz ez. Azt hallottam valahol, valami tanításon, hogy ez a nap, és az, hogy itten zene van, kvázi egyfajta buli jelleg van, ez mondjuk például okáért az olyan kiváló bölcsek, mint a Hátám Szófernek, annyira, tehát magát a Lágbaumert azt teljes mértékben, hogy mondjam, tudta, hogy ez egy milyen fontos jelentőség, de mondjuk ennek a úgynevezett ilyen buli jellegét annyira nem, mert ugye az, ha jól hallottam ebben az előadásban, ugye azt mondta, hogy hát mit keresztem annyit, mit bulizett. Aznap nem történt úgy, hogy csoda, tehát ezért... Érdemes pontosítani. De lehet, hogy én hallottam rosszul, de szerintem... Amit a Hátám Szófer ellenezte, kimondata ellenezte a Lágbaumerban, az a része annak, hogy a tábortűzben, ott Mironban szoktak bedobni értékes, drága tárgyakat. Drága sejemsálak, és ez mind Rabbi Simon tiszteletére. És ezt nagyon-nagyon-nagyon erősen elítélte. Azt mondta, a zsidóság ellenzi ilyen dolgokat, hogy elégetni drága tárgyakat, Rabbi Simon tisztelet, honnan jön ez? Szóval ez és tényleg ez megszűnt. Nem, hogy majdnem megszűnt, ennek nyoma nincs. Csak a könyvben olvasunk, hogy volt egy ilyen dolog, de tényleg drága. Ez egy nagy megtiszteltetés. Nagy megtiszteltetés van annak számára, aki tudott hozni egy drága tárgyat és bedobni a tűzbe, Rabbi Simon tiszteletére. Az hú, ez milyen... Szóval ez teljesen megszűnt. Maradt az öröm része ebben. Az örömnek az alapja az, Rabbi Simon a halál előtt azt mondta, hogy kéri, az a kívánságod, az ő járcájtja, a halál az az évfordul, ez egy öröm nap legyen. Értettem. És akkor mennyire másképp zajlik mondjuk Lágbaumer Európában, hogy Európán belül is van nekem úgymond változatok, és mondjuk Izraelben, mert nem csak Meronban vagy Mironban van, hanem másutt is az ország területén belül. Tehát, hogy mennyire érezhetők a különbségek? Miron az az eredeti. Igen, az világos. Ott van Rabbi Simon. Mironon kívül az... Például az askenász szefárd szokások között van-e valami különbség? Én azt hiszem, hogy tábortűz és ilyesmi. Én azt hiszem, hogy ez főleg askenázi szokás. Uh-huh. Ugye maga Atmiron, az természetesen szefárdak is jöttek, de azon a világon, máshol, és vannak tábortűzek, szerintem ez inkább ilyen askenázoknál. Idén mindenképpen lesz tábortűz Mironon kívül.
Pont azért, mert hogy hiányzik az eredeti, ott nem lehet akkor, olyan nagyot csinálni, akkor pótolni fogják ezt itt, ott, de nincs. Ezzel lehet mondani, egy kicsit utánozva. Igen, utánozva az eredeti az ott van, és... De a lényeg az, ami sokszor egy kicsit csodálkozó, olyan emberek, akik nem nagyon tanulnak a Zohárt, nem nagyon foglalkoznak a Kabbalával, és eljönnek, hogy hát figyelj, ez Rabbi Simonnak az egyik fő tanítása volt a Kabbala. Igaz, igaz, de a Talmud is tele van Rabbi Simonnak a tanításaival. Igen, ám, de a Talmud szempontjából akkor nincs helyenek a nagy örömnek, ünnepségnek, ez inkább ilyen, ez a kabbalisztikus oldalból van. Ezért egy kicsit csodálkozni is lehet sokszor ember, aki egész évben nem néznek a Zohára, vagy alig, és akkor itt jönnek volna, és... Na jó, de hát abban maradtunk, hogy Balatonösszet kapcsán, hogy ott vannak azok az emberek, akik már őrzik a hagyományt, és ott vannak azok, akik elindulnak a hagyományőrzés. Úgyhogy abból kell kiindulni, hogy eljött, reméljük, hogy előbb vagy utóbb az eszébe kerül már, bocsánat, és a kezébe is az eszébe kerül. Jó, mondom, igen, de mondom, olyanok jönnek, akik nem keresik ezt az oldalt, ezt mondom. Értetem. Jönnek táncolni, Dágyi, de te is van, valamit képvisel. És van valami haszít tanítás Lágbaó, mert akár mondjuk a Rebének van-e valamilyen olyan tanítása, ami valami különlegességet. Jó, hát a legfontosabb ugye az eszenciája, a lényegnek az, a Kabbalának a tanítása, hogy minden egyes micvával, minden egyes vallási parancsolata, amit teljesítjük a túra tanuláson, ez nem csak egy cselekedet, hanem amit mi teszünk itt, annak óriási hatása van a spirituális világokban. Minden micvával újabb isteni fény jön a világba. Ami azt jelenti, minden egyes jó cselekedetnek óriási előrelépés van, és minden egyes rossz cselekedettel hátralépés van. Az ember, aki elmélyül ebben, utána teljesen másképpen hozzááll a micvákhoz. Nem mindegy, mit teszek. Hát, ha tettél, akkor létrehoztál. Ha tettél az ellenkezőt, akkor romboltál. Szóval, és nem olyan, akkor ettem valamit. Belekóstoltam valamit, vagy nem kóstoltam. Szóval egy kicsit, mit tudom én, nem akarok ötleteket mondani. Nem is kell. Bár úgy az emberek egy részének a fejében, amikor ilyen van, akkor azonnal előjönnek az ötletek. Szóval ez a legfontosabb, az egész, még beszélünk a Kábala zsidó misztikáról, hogy az embernek a fizikai cselekedet ebben a fizikai világban, az egyenesen kapcsolódik a spirituális világokban is, és óriási felfordulások vannak az én kis ember, kis cselekedeté kapcsán. Azért is jelent, ez egy nagyon fontos tanítás volt, ezt azért muszáj megismételni ezt a gondolatot, de azért is fontos ez a Lágbaó, mert ugye egy hosszantartó gyászidőszak előzi meg ezt az egy napot. Ugye ilyenkor szokás erre az egy napra, például egy nagyon sok közösség, ilyenkor esküvőt tartanak erre az egy volt, napra. Volt, amikor három esküvőt tartottam egy ilyen lágbaumeri napon. Ez nagyon... Az magának a rabbinak sem, ez a rabbinak a legnehezebb. Volt délelőtt, kora délután, késő délután, három esküvő, húha. A pároknak nem olyan nagy ördöngőség, hiszen ők csak egyen vesznek részt, de ugye a rabbinak mindegyiken ott kell lenni. És tényleg ez az a nap, amikor ugye a gyászidőszak alatt például szőrzetünktől sem válhatunk meg, ez az egy nap, amikor van rá lehetőség, hogy egy kicsit, aki akarja, változtasson rá, egy picit javítson a külsejét. Na mi van akkor, hogyha zárva van bármi, az az eje, ahova én el szoktam menni? Shulchan Aruch szerint, mivel Lágbaomer vasárnap van, akkor nem lehet az, hogy
szombat után leszünk szépek és jók. Tehát ezért már a szombat tiszteletére pénteken lehet. Köszönöm szépen, ezt a választ akartam hallani, bár ugye én tudtam nagyjából, hogy ez lesz a válasz. Nem, ez érdekes, hogy ugye a szombat, ez mégis szombat, az egy nagyon különleges nap, csak a szombat után, akkor már a szombat előtt. Azt is szeretném megtudni, hogy mi történik Lágbaumer után, ugyanúgy, tehát a szigorú gyászidőszak föloldódik egy napra, hogyan folytatódik. Vannak, akik folytatják teljesen a gyász szokásokat, ugyanúgy nincs hajvágás, stb. Vannak olyanok, akik már... Engednek egy kicsit? Hajvágás és ilyesmi, igen, de esküvő nem. Askenázi zsidóknál nincs esküvő, még Lágbaumer után se, csak Sávuot előtt egy pár nappal kezdődik. Ez askenázoknál, hászidoknál végig tovább megy a gyász. Több oka van ennek, és a legfontosabb oka az, mert ez a 33 nap, az nem mindegy, hogy mikortól számoljuk. Peszachtól kezdve Lágbaumerig, vagy Iyárhó elsőjétől Sávuotig, azt jelenti, akar itt átfedés, és akkor mivel két verzió van, és aki mind a kettőt veszük figyelembe, akkor itt elmegy az egész idő a jászokásokkal, de pótoljuk az esküvőket. Helyes. Azt is szeretném végül megtudni, hogy ugye legelején beszéltünk arról, hogy ez az időszak, ugye, ami Pészaktól Sávuotig tart, hogy izgatottan készülnek az emberek a Sávuotra, a túraadásra. Ez nagyon szépen hangzik. De hogyan készüljünk? Akár a mindennapokat nézze. Mert ugye oké, Pészakra tudjuk, hogy hogyan készüljünk föl, kívül belül takarítás, stb. Nem, ez egy lelki felkészülés. Hát ezt akartam találni. Ez egy lelki felkészülés, lépésről lépésre. Az, hogy az ember ezen a téren, azon a téren, mindenhol egy lépés előre, picit jobban odafigyelni a szombati törvényekhez, picit több tórát tanulni, a tfilin, ez a kóserság, az a mikvéhez nőknek, a házas nőknek. Szóval lépésről lépésre, ugye 49 napból áll, azt mondjuk, hogy sok mindent végig kell. Minden nap kell egy valamire tenni a hangsúlyt, hogy az ember tényleg, amíg jön a Sávuot, akkor szépen legyen feleltőzve lelkileg is, hogy tudjan átvenni a tórát. És nem csak mi legyünk szépen felöltözve, hanem a környezetünk is. De erről majd külön fogunk beszélni. Legvégén azt szeretném megtudni, hogy most itt van ez a kiadvány, a Bolokovszt és a Halakha, ez hanyadik könyved is? Ez most ebben a sorozatban a 9. Mi lesz a következő? És persze egy szerzőtől ezt a legrosszabb kérdezi, de... Nem, mert gyűlik az anyag, a zsidó jogi zsetitka a 3. kötete. Remélem, hogy a következő Sábaton, Haszid hétvégére, akkor meg lesz annak a 3. kötete, szóval abban nincs probléma. Kíváncsian várjuk, és nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Természetesen Sabad Salom Gud Chávez neked, meg a nézőknek is, és mindenkinek a Lágbaumer, hogy mindenféle jókat szeretnénk kívánni. Köszönöm szépen Gud Chávez is, hogy mondtam, vasárnap a Vasvári Zsinagóga udvarában lesz tábortűz délután 1-kor. Köszönjük szépen!